Egy nagy kikinda nagyságú városnyi lakosság tűnt el tavaly Szerbiában, erről számolt be Alekszandar Vučić a harmadik budapesti demográfiai csúcson. A szerb államfő elmondta, több mint 100 000 ember halt meg tavaly, amíg az újszülöttek száma alig volt több, mint 63 000. Ráadásul a szerb társadalom egyre idősebb, az átlag életkor 43 év, a lakosság 20%-a elmúlt 65 éves. Ahhoz, hogy jövőre ne csökkenjen a Szerbiában élő emberek száma, ahhoz arra van szükség, hogy az egy nőre jutó gyerekek száma elérje a 2,1-et, nem csupán az 1,48-at, mint most, mondta a szerb elnök. A születési arány szinte ugyanolyan Magyarországon is, 1,49. Egész Európában hasonló problémákkal küzdenek, tette hozzá Vučić. Szerbia is hozott bizonyos családpolitikai intézkedéseket, amelyek még nem fejtették ki a kellő hatásukat, de Magyarországon már vannak érezhető eredmények, ismerte el a szerb államfő. Ezen dolgozik most Szerbia is, mondta Vučić a felszólalását követő nyilatkozatában. Najpre deo državnih kompanija, zatim i privatne kompanije da grade obdanište u svojim poslovnim sistemima, da majke mogu da ostave decu, da se tu igraju dok one rade, da ne moraju da osjećaju dodatnu obavezu, da vidimo koje su to sve nove mere kojima možemo to da olakšamo. Vučić emlékeztetett, Szerbiában elindultak a natalitást serkentő intézkedések, de az eredmények még nem olyan szembetűnőek, habár a korábbi időszakhoz képest megháromszorozták az erre szánt pénzeszközöket. Az idei év első 7 hónapjában 741 babával több született, mint tavaly, ami enyhe növekedést jelent, továbbá nőtt a házasságkötések száma is, de a probléma az, hogy a házasodó emberek átlag életkora 44 körül van, ami miatt Szerbia egy teljes generációt elveszít, részletezte az elnök. Orbán Viktor azt üzente, a migráció nem lehet megoldása a népességfogyásra. Az ugyanis lakosságcseréhez vezet. A magyar kormányfő szerint a családpolitikát alkotmányban kell rögzíteni, mert az védelmet jelent. Hozzátette, akkor győztünk, ha egy olyan családtámogatási rendszer tudunk felépíteni, hogy a gyermekeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon éljenek, mintha nem vállaltak volna gyereket. Ehhez stabil gazdaság kell. A családpolitikának az alapja a bizalom. Elhiszik-e a családok, hogy azok az intézkedések, amelyeket bevezet egy kormány, ezek olyanok, amelyekkel hosszabb távon is lehet számolni? Hiszen a gyerekek válása az nem egy pillanat, a gyerekeket fel kell nevelni. Hosszú éveken keresztül van szükség kiszámítható családtámogatási rendszerre. De ha nincsenek rendben a pénzügyek, ha beállnak a pénzügyi zavarok, akkor jönnek a megszorító lépések. És minden költségvetési észszerűsítés előbb vagy utóbb elvesz a családtámogatási rendszerből. A családtámogatás minél több elemét össze kell kapcsolni a munkavállalással, tette hozzá. A csúcson szintén résztvevő Andrej Babis cseh miniszterelnök arról beszélt, hogy a demográfiai változás nem olyan népszerű téma, mint a klímaváltozás, de a csökkenő népességnek hasonlóan súlyos következményei lehetnek országainkban. A jó államot onnan lehet megismerni, hogy az emberek nem féltik a jövőjüket, a népesség nő, de nem a migráció révén, mondta. Tony Abbott, korábbi ausztrál miniszterelnök Budapesten elmondta, olyan politikára van szükség, amely támogatja a családokat, és nem bevándorlással akarja elérni a népesség növekedést. Magyarország családbarát programja egyedi, és veszi a politikai bátorságot, hogy ösztönözze a népesség növekedést, ezért más országoknak is tanulmányozniuk kell, hangoztatta Tony Abbott.